Haladékot kapnak. Két évvel meghosszabbították az első gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a babaváró hitel esetében. Évforduló. Máté Szalka várossá válásának 55. születésnapi évfordulóját ünnepelték a szatmári településen. Egészségablak. Kibővített ingyenesen letölthető telefonos applikáció is segíti a betegellátást. Könnyítést kapnak a babaváró hitelt igénylők közül azok, akik 2019. július és 2021. június között vették fel a támogatást. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az érintettek esetében az első gyermek megszületésére vonatkozó határidőt 2026. július 1-ig tolták ki. A kölcsön feltételei az idei év elejétől változtak, a korábbi 10 millió forint helyett 11 millió forintra emelkedett a felvehető hitelösszeg, a havi törlesztő részletet pedig 51 ezer forintra maximalizálták. Közel 5 éve indult útjára a babaváró hitel. Ez az állami támogatás az igénylőnek a kamatmentes kölcsön lehetősége mellett több millió forint vissza nem térítendő támogatást is jelenthet. Erre a konstrukcióra 2024. márciusáig bezárólag csaknem 248 ezer pár szerződött. Mivel a bevezetést követően több olyan előre nem várt, a gazdaságot is jelentősen érintő esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság, a kormány a 2019 és 2021 között felvett kölcsönök esetében meghosszabbítja a gyermekvállalási határidőt. Akiknek az első 5 évben nem jött össze a gyermekvállalás, arra most a kormány egy új bejelentést tett, miszerint további 2 évre kitolták a határidőt, tehát 2026. július 1-ig van idejük még teljesíteni a gyermekvállalást. Azonban, ha nem teljesül a gyermekáldás, akkor akár születéssel, akár örökbefogadással, akkor az 5 év alatt elengedett kamatokat 120 napon belül vissza kell, hogy fizessék. A babaváró kölcsönök ekkor piaci kamatozású hitellé válnak. Ebben az esetben a személyi kölcsön konstrukcióját követi. Arról, hogy ez az összeg mekkorára fog változni, az adott pénzintézet tud tájékoztatást adni. A második és harmadik gyermek megszületésének ebben az esetben nincs jelentősége. Ez a babaváró kölcsön egy kamatmentes szabad felhasználású hitel, és ennek az az alapvető feltétele, hogy az első 5 évben szülessen meg egy gyermek. Ha sikerült a gyermekvállalás, akkor onnantól kezdve a futamidő végéig teljesen kamatmentes marad a hitel. Abban az esetben, ha a második gyermek megszületik, akkor a fennálló tartozás 30%-át még elengedik, a harmadik gyermek megszületésével pedig a teljes fennálló tartozást elengedik, és ezáltal megszűnik a hitelszerződésük is. A babaváró kölcsön feltételei évelejétől változtak. A korábbi 10 millió forint helyett 11 millió forintra emelkedett a felvehető hitelösszeg, valamint 51 ezer forintra maximalizálták a havi törlesztő részletet. Emellett a házaspár női tagjának az életkorát 41 évről 30 évre csökkentették, ezzel a kivételt képez, ha a feleség még idén eléri a 12 hetes várandóságot. Nem mindennapi hajóbaleset történt a Tiszán a Timári kompnál, egy rendőrségi hajó nem vette észre a komp kifeszített drótkötelét, és nagy sebességgel nekihajtott. A hajó megpördült és elsüllyedt a vízben. 2024. augusztus 3-án délelőtt a Tímár külterületén található tiszai kompnál szenvedett balesetet egy rendőrségi hajó, amelyen kollégánk teljesített szolgálatot. A baleset következtében sérülés nem szenvedett. A rendőrség vízi közlekedés veszélyeztetése büntet miatt hajtott végre elsődleges cselekményeket. Díjak átadásával, koncerttel és táncgálával ünnepelték Máté Szalka várossá válásának 55. évfordulóját. 1969. augusztus 1-én másodszor is városi rangot kapott a település, a születésnapon kitüntető címet adtak át annak a 6 személynek, akik munkájukkal segítik a Máté Szalkán élők mindennapjait. 55 éve 1969. augusztus 1-én immár másodjára is város lett Máté Szalka. A település életében ez komoly fegyverténynek bizonyult, hiszen egy fejlődési ív tetőzését jelentette az, hogy megkapta ezt a címet. Egy város olyan, mint egy veretes könyv, amiből olvasni lehet. Lapjai a házak, az utcák és a terek. A parkokkal, a szobrokkal,
és az emléktáblákkal, a zsoltáros áhítatú templomokkal díszítve. Mint egy veretes könyv. Igen, ha mi Máté szaklyak végigmegyünk ezeken az utcákon, szinte minden egyes háznál, vagy sarkon mindenképpen van egy érzés, egy emlék, egy élmény. Pont olyan, mint amikor egy veretes, régi könyvet nézegetünk. És én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az elődeinkre. És én büszke vagyok erre a csodálatos közösségre is, amely azokat az értékeket mind megőrizte. Hanusi Péter ünnepi beszédében elmondta, több tekintetben is az 55 év egyik legnehezebb időszakán is túl vannak. A koronavírus járvány, az energiaválság egy nehezített pályát jelentett, de a fejlődés megmaradt és Máté Szalka szintet lépett. Hozzátette, hisz abban, hogy azokkal a lehetőségekkel, amit a város kapott, a jövőben is jól fognak gazdálkodni. Fellapoztam az 1969. augusztus 1-jei Kelet-Magyarországot. És ezen az elsárgult papírlapon csodálatos dolgot olvastam. Ugyanis egy olyan nagyközségnek a nyiladozó öntudatra ébredését követhette az ember ott a sorok között, amely megalapozta azt a jövőt, ahol most tartunk. És nagyon-nagyon jó volt szembesülni azzal, hogy amit akkor eleink elhatároztak, hogy Máté Szalka egy igazi ipari, kereskedelmi, közlekedési, sőt, mi több kulturális központtá váljon. Ez bizony sikerült teljesíteni, és Máté Szalka valóban, ahogy ott az alcímben szerepel, megyénk második városa lett. Ilyenkor természetesen ünneplik azokat is, akik sokat tesznek a közösségért. Éppen ezért átadták a Máté Szalka közbiztonságáért, Máté Szalka közigazgatásáért és Máté Szalka egészségügyéért kitüntető címet annak a 6 személynek, akik mindennapi munkájukkal példaértékűen szolgálják a városban élőket. Azt érzem, hogy ez a kis közösség, ahol már 35 éve dolgozok, elismeri azt a munkát, amit azért 35 év alatt végeztem. De nem csak egyedül végeztem ezt a munkát, hanem a munkatársaimmal. Tehát ez nagyon fontos, mert tulajdonképpen az egész sebészeti osztálynak is elismerést jelent ez, az egész kórháznak elismerést jelent az, hogy egy dolgozóját az önkormányzat is kiemeli közülük. Most elkísér hátulról csak tovább, Kárpátod bécein haladj világon át. Lehetsz te máshoz, míg az érzés benned él, az 55. születésnapot színes programkavalkáddal köszöntötték a városlakók. A világrekorder Fricska tánc együttes mellett Buzogány Béla színházának énekese is szórakoztatták az ünneplőket. Akár 10 évre is a ráncsok mögé kerülhet az a két nyírbátori férfi, akik felfegyverkezve raboltak ki egy 17 éves Máté Szalkai fiút. Nyírbátorban egy lakóház udvarán egy 18 és 24 éves férfinak megtetszett a fiatalkorú fiú kerékpárja. Egyikük közölte, hogy neki kell a kétkerekű, és azzal meg is ragadta a kormányt, jelezve, hogy azonnal birtokba akarja venni. A fiatal nem akarta átengedni a biciklit, azt mondta, kölcsönben van nála, vissza kell adni a tulajdonosának. Az idősebb férfi egy pofonnal győzte meg, hogy jobb lesz, ha inkább elengedi. A két férfinak azonban nem volt elég a kerékpár megszerzése, a megfélemlített fiú ruháit átkutatták, egy csomag cigarettát, öngyújtót és 2000 forintját is elvették. A pórul járt fiatal követelte vissza az értékeit, ám ekkor kés villant az egyik férfi kezében, és fenyegetően rászorította a sértetre. A fiatal a további erőszaktól tartva engedett, és miután támadói távoztak, értesítette a rendőrséget. A nyírbátori rendőrök a tetteseket néhány órán belül elfogták, rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. Letartóztatásukról az ügyészség dönt. Ingyenesen letölthető alkalmazás, amely segítségével információkat szerezhetünk a vizsgálati eredményeinkről, a felírt gyógyszereinkről, a kórházi kezelésekről, sőt még időpontot is foglalhatunk néhány kattintással. Ezek az Egészségablak nevű, nemrégiben továbbfejlesztett alkalmazás jellemzői, amelyet várhatóan egyre többen használnak majd. A házi orvosok szerint új korszakot jelent a járóbetegellátásban, hogy a beteggel és betegséggel kapcsolatos információk egy helyen, mind a paciens, mind a kezelőorvos számára elérhetőek.
Folyamatosan csörög a telefon ebben a nyíregyházi rendelőben, a házi orvos pedig a laptopja előtt ülve néhány kattintással meg tudja tekinteni az adott leleteket. A koronavírus járvány hatására kényszerűségből került be a napi gyakorlatba az úgynevezett telemedicinális ellátás, vagyis a betegek és a kezelő személyzet között már nem csak telefonon és személyesen, hanem elektronikus úton is fel lehetett venni a kapcsolatot. Ez megkönnyítette az orvos és páciens közötti kommunikációt, a dokumentumok elérhetőségét, sőt a fertőzések tovább terjedését is megakadályozta. Korábban erre semmiféle lehetőség nem volt, igazából nem tudta a beteg azt, hogy milyen gyógyszer van felírva neki. A leleteit gyakorlatilag csak papíralapon kapta meg sokszor, és a kezelőorvosként is nehéz helyzetben voltunk. Sokszor igazából különböző felületeken a kórháznak volt egy informatikai rendszere, oda volt a háziorvosoknak elérhetőség, és meg tudtuk nézni a leleteket, de ez külön mindig be kellett menni, le kellett töltögetni az adott beteg esetében, hogy milyen leletek születtek nála, és már az nagy lépés volt, amikor ezeket a leleteket gyakorlatilag be tudtuk tölteni a háziorvosi rendszerünkbe, és a háziorvosi rendszerben, a medikai szoftverben tudtuk megnézni, hogy milyen leletek készült az adott betegről. Ehhez képest nagy előrelépés volt az elektronikus szolgáltatási térnek, az EST-nek a megjelenése, ugyanis oda gyakorlatilag most már tényleg, hát jó ideje minden közfinanszírozott és magánszolgáltatónak is fel kell tölteni a született leletet. Ha tehát valaki elmegy egy magánrendelésre, akkor most már akár több évre visszamenőleg azokhoz a leletekhez is hozzáférhet a házi orvos. Ez nagyban segíti a kiírt kezelést. De nem csak a házi orvos, hanem a beteg is bármikor elérheti a vele kapcsolatos dokumentumokat. Az EST-t kiegészítő egészségablak alkalmazás számos egyéb hasznos funkcióval segíti a betegeket. Az egészségablak applikáció az letölthető androidos és iOS Apple telefonokra is, és bátorítok is minden pácienst, mindenkit, akár beteg vagy sem, hogy töltse le ezt az alkalmazást, mert nagy sokat tud segíteni. Első alkalommal van szükség egy ügyfélkapus azonosításra, tehát ügyfélkapus jelszó azonosító kell hozzá, hogyha ezzel nem rendelkezik a páciens, akkor ezt meg kell, hogy igényelje a kormányablakba, de egyszer kell ügyfélkapun azonosítani magát, és aztán utána azt követően már csak be tud lépni az alkalmazásba. Az alkalmazáson belül elég sok minden funkció volt már eddig is. Ugye az alkalmazás és az EST felület, ennek van egy lakossági portálja, ez egy webes felület, és az applikáció, ami egy kicsit már szofisztikáltabb. Az applikáció segítségével most már időpontot is lehet foglalni a járó beteg ellátásban. Ez nagy segítség, hiszen korábban az időpontfoglalás hogy ment, az adott kórház vagy szakrendelőnk a telefonszámát próbálta mindenki ostromolni, vagy pedig a kartonozóba elsétált, és akkor kapott egy időpontot, hogy akkor mikor tud szakrendelésre jelentkezni. Most van egy központi időpontfoglalós telefonszám, ez a 1812, ezen is tud a beteg időpontot foglalni magának, de van az applikáció, amin végig menve gyakorlatilag az első szabad időpontot látni fogja, tudja magának foglalni, és ez nagy könnyebbség. Elsősorban a beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelésekre lehet időpontot foglalni, tehát olyanokra, mint a bőrgyógyászat, fülorgégészet, sebészet, urológia, nőgyógyászat és mindezek gyerekrendeléseire. Az egészségablakban elérhető szolgáltatások között továbbá megtalálhatók a digitális COVID-igazolványok, a várandós gondozási könyv adatai, a házi orvos vagy a legközelebb lévő gyógyszertár adatai, sőt A-tól Z-ig 1900 tünet és betegség közérthető, pontos és hiteles leírása is olvasható. Az első negyedévben elkövetett 24 esetet követően a második negyedévben tovább romlott a MÁV-start jegyvizsgálói tértámadások száma, így 2024-ben már 55 esetben érte atrocitás őket munkavégzés közben. Ebből 30 alkalom tetlegesség, 23 tetleges becsületsértés volt, két esetben pedig 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett a MÁV-start munkatársa. A szóbeli fenyegetéseken túl előfordult, hogy leköpték vagy megdobták, de volt példa arra is, hogy sörrel leöntötték a munkáját végző jegyvizsgálót. Az agresszív utasok gyakran nem állnak meg a verbális erőszaknál, hanem lögdösik, megütik, megrúgják, vagy akár késsel sebesítik meg a jegyvizsgálót.
Vereséget szenvedett a Nyíregyháza Spartakusz a labdarúgó NB1 második fordulójában. Timár Krisztián együttese az MTK Budapest otthonában kapott ki 3-0-ra. A forduló további eredményei a következők: Eto FC Győr DVSC 0-3, Fehérvár FC DVTK 3-1, Ferencváros Kecskemét 1-0, Paks Újpest 2-1 és Puskás Akadémia Zalaegerszeg 2-1. A tabella élén a 6 pontos MTK Budapest áll, megelőzve szintén a 6 pontos Puskás Akadémiát. A 3 ponttal 7. Nyíregyháza vasárnap a Puskás Akadémiához látogat. Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatóságán. A 2025-26-os sorozatra 28 csapat nevezett. Azt még nem lehet tudni, hogy közülük mennyien kerülnek fel az országos főtáblára. Az viszont biztos, hogy a két legjobb vívja majd a vármegyei kupa döntőt. A hétvégén rajtol a bajnoksága vármegyei első osztályban. Az elmúlt hétvégén 7 vármegyebeli csapat lépett pályára a Magyar Kupa 2024-25-ös sorozatában az országos főtábla első körében. Közülük a Máté Szalka, az Újfehértó és a Tarpa továbbjutott, a Sényő, a Nyírbátor, a Nagyecsed és a Baktalóránd háza pedig elbúcsúzott a további küzdelmektől. Hétfőn pedig már a 2025-26-os sorozat szabolcsi csapatai sorsolták egymás mellé az MLS vármegyei igazgatóságán. Összesen 29 csapat nevezett a megyei kupára, ebből egy csapat még a sorsolás előtt visszalépett, így 28 csapattal számolunk. Úgy indítottuk a sorsolást, hogy a 28-ból 4 csapatot kiemeltünk. Ez a 4 csapat a tavalyi kupagyőztes, az ezüstérmes, illetve az elődöntőnek a 2 csapata, megnevezve a Tarpa, az Újfehértó, a Nyírbátor és a Baktalóránd háza. A megmaradt 24 csapatot 12 párba sorsoltuk, és augusztus 21-én játsszuk le az első fordulót. Ebben az évben még 2 fordulót fogunk lejátszani. Minden forduló után nyilvános sorsolást fogunk tartani, ugyanúgy, mint ezt most is tettük. Egyelőre az MLS-től nem kaptunk még létszámot. Általában ezt év végén, illetve a következő évnek az elején szoktuk megkapni. Azért alakítjuk ki mindig azt a helyzetet, hogy 16 csapatig jussunk el, és onnan tudjuk egyszerűen megoldani egyrészt a megyei kupa döntőt is, illetve a országos főtáblára való feladást is. A hétvégén a vármegyei első osztály nyitó fordulójával elrajtol a bajnoki szezon is. Rendben van minden, ugye ezek közül a megyei csapataink közül többen már az elmúlt hétvégén az országos kupa első fordulójának főtáblás mérkőzésein pályára léptek, ugye játszották az edzőmérkőzéseket, úgyhogy rendben van. Kicsit csonka lesz az első forduló, hiszen lesz egy olyan párosítás, a Baktalóránd-Háza Nyírbátor párosítás, amit majd október végén pótolnak, hiszen mind a két klubnál olyan rendezvény lesz a hétvégén, ami miatt most nem tudják lejátszani a mérkőzést, tehát az első fordulóban 6 találkozóval kezdünk a vármegyei első osztályban. A forduló párosítása következő: Újfehértó Vásárosnamény, Gergelyi Uvornya Mándok, Kemecse Ibrány, Nyírvasvári Tarpa, Kótai Nyírmegyes és Nagykálló Csenger. Második meccsén is kikapott az NB2-ben a kisvárdai futballcsapat, Feckó Tamás együttese a Budafokot fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel távoztak a Várkerti stadionból. A további eredmények a következők: Szentlőrinc Soroksár 3-1, Budapest Honvéd Tatabánya 1-0, Kozár Misleny Szeged 0-0, Békés Csaba Ajka 3-0, Gyirmót Mezőkövest 2-0, Csákvár BVSC Zugló 0-1 és Vasas Kazincbarcika 2-2. A tabella élén a 6 pontos Gyirmót áll a szintén 6 pontos Szentlőrinc előtt, a még pont nélküli Kisvárda vasárnap Tatabányán lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Meghosszabbítja a kormány a gyermekvállalási határidőt a 2019 és 2021 között felvett babaváró hitelek esetében. Erre indoklásuk szerint az elmúlt évek viszmajor jellegű eseményei miatt van szükség, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság. Azok a párok, akik babaváró kölcsönt vettek fel, de még nem született gyermekük, legfeljebb 2 éves haladékot kapnak. Máté Szalka várossá válásának 55. évfordulóját ünnepelték a szatmári településen. A születésnap alkalmából kitüntető címeket adtak át azoknak, akik példaértékűen szolgálják a városban élőket. A rendezvényt színes program kavalkát zárta.
Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér rövidített nevén EEST mellett nem csak telefonon, de telefonos applikáció segítségével lehet most már időpontot foglalni a beutaló nélkül igénybe vehető betegellátásban. Az ingyenesen letölthető alkalmazás számos hasznos funkcióval rendelkezik, és a szakemberek szerint az adatok elérhetőségével korszerűbbé teszi a ellátás folyamatait. Augusztus 5-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés. Friss információkkal pedig kedden este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden nagy területen kiderül az ég, de az északkeleti harmadban, valamint délnyugaton maradhatnak felhős tájak. A csapadékgócok száma fokozatosan csökken, az éjszaka második felében legfeljebb elvétve lehet zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-25 fok körül alakul.